És ebben a pillanatban el is indul a verseny. Tóth talán egy picit jobban kapta el a rajtot, jobban reagált, mint Pálla. Ugye nyilván ők ketten nagy csatában lesznek majd, azért, hogy ki legyen itt a futamon a győztes. Tóth Dávid agresszívan külsőjében megpróbálja megfékezni az autóját, és egyenlőre úgy tűnik, hogy mellette, Pálla mellett tudja tartani, és ez az ő szempontjából nagyon jó hír, mert egy olyan kanyar jön, ami balos, úgyhogy ő fog tudni elfordulni elsőként ebben a kanyarban, így most már ő vezeti a versenyt. Ó, és egy forgás közben a háttérben. Simon Pici, Tamás. Vagy Simon? Megint Simon? Simon az. Az élen azonban nincs változás, viszont beszéltünk a hibázásokról, megint Simon az, aki hibázik, miközben Sinka próbálna támadni az egyik impulzus versenyzőt. Itt pedig egy nagy elfékezés, és ebből kontakt is ott a háttérben, az viszont már tényleg pincés volt. És még többen itt a Dunlop kanyarban. Ó, mekkora kavarodás van itt. Itt a háttérben, Nagy Levente autójában ülünk. Azt a mindenit! Hát kapott is egy pofon Barna Martintól. Például a számítógép feladja a szolgálatot, vagy éppen az internet. És emiatt van egy olyan érzésem, hogy hoppá! Itt közben pedig Pince és Nagy Ádám. És Nagy Ádám forog önmagától, ha én jól láttam. De előtte is egy forgás! Az pedig Eke Dávid? Bizony, Eke Dávid. Érdemes lesz visszatekinteni, mint egy Csikósnál lettek volna, vagy lenne valamilyen probléma. A 12. helyen védekezik, a célegyenes végén bemegy a belső évre. Nagy Zsolt mögött. Teljesen elmérte a féktávot. Ez egy egyéni hiba. És Simon pedig tőle megszokott mértékkel lépked előre, a hibáját követően imára mehetedik. Jézusom, mi van itt? Nagy Levente és Nagy Ádám ütköztek célegyenesben, ha jól lett. Ezek a nagyok? Mit műveltek? Hát itt az egyenes részen volt egy megforgatás Nagy Ádám részéről. Nagy Levente a belsőjében van, hogy mit csinált? Vagy jön el, amiről már beszéltünk, hogy mi van, ha az előző kör volt egy ilyen spórolósabb, és bemegy Pálla Tóth mellé, és összeér talán kicsit a kettő autó, még ott van a külső éven Tóth, és ez számára jobb hír, mert így most a következőben belülfordulhat. Úgyhogy kivédekezi Pálla támadását. Egy kicsit messzebb van talán Pálla, tehát az előbb is megpróbált egy nagyon rövid féktával bebújni, ahogy most is megpróbálkozik az előzéssel. És ott tartja az autót megint, ahogy Tóth is. Gyönyörűen csinálják amúgy mind a ketten ezt. És egyelőre úgy tűnik, hogy ezt is kivédi. Nagyon ráérkezik Mihalidesre, Pincés. A nyakán próbálja levadászni. Ez így nagyon simának tűnik. És... meg is lesz úgy tűnik, de megpróbál visszatámadni Mihalidesz. Azonban nem sikerül bebújnia és olyan rövid végtávot vennie! De hibázik Pincés! Úgyhogy rá tudta kényszeríteni a hibázásra Mihalidesz. Ebben a döntőben nagyon-nagyon nehéz erre időt keríteni, de szerencsére volt ez a pár másodpercünk, amikor viszonylag nyugodt mederben folyik a verseny. Na de nézzük, hogy Szabó László bepróbálkozik-e Rós mellett a célegyenes végén, mert igen, de rövid féktávot vesz Szabó. Megvan a belső hív. Kérdés, hogy mennyire csúszik le Rós, alávág természetesen egyből, és megtartja a pozícióját. Egy újabb remek csatát láthatunk. Úgy látszik, hogy meg lesz az első duplázónk Pálla Balázs személyében. A trónkövetelő egy újabb lépést tesz annak érdekében, hogy Tóth Dávidot letaszítsa a legutóbbi bajnok címéről, és az ideit majd Pálla Balázsnak kelljen átadni. Fantasztikusan verseny ez az Impulse Racing fiatalja. Egyébként, hogyha valaki kiszúrta, Pálla Balázs a 44-es rajtszámot használja, ami nem véletlen, és villog is. Fehér zászló még jelen pillanatban, illetve hát villog előkerül az ő a kockás. Előkerül a kockás.